Bravo, 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 csodálatosat harcoltatok. Köszönjük nektek ezt az élményt, mert ma 19 meccs alatt dőlt el, hogy a végjátékot 10 hétre a bajnokok nyerték! És ez azt is jelenti, hogy a szabályok értelmében a holnapi párbaj az a kék csapatnál lesz, méghozzá női párbajra kerül sor. Szintén a szabályok mondják ki, hogy a csapat leggyengébb statisztikájú női versenyzője biztos párbaj résztvevő. Ezen a héten azonban egyforma statisztikával áll két lány. Anna és Réka. Nektek ugyanannyi a statisztikátok. Ilyenkor szintén a szabályok írják elő, hogy akinek több győzelme van, az mentesül első körben a párbaj alól. Természetesen párbajba hívható, hogyha a legjobb statisztikájú versenyző őt jelöli. Ennek értelmében kevesebb győzelemmel biztos párbaj résztvevő, Réka, te vagy. Bálint, ahogy ez már nem először fordult elő, te vagy a csapat legjobb statisztikájú versenyzője. És ezért neked kell Réka számára párbaj ellenfelet jelölni. Azonban Vivit nem jelölheted, hisz ő védett ezen a héten, mert csak nem régiben csatlakozott az Exatlonhoz. Tehát a te felelősséged, hogy Réka számára Dori és Anna közül párbaj ellenfelet válasz. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.